A gazda őrzi a mag növekedését, amiből augusztusra aztán kenyeret süthethet gyermekeinek. A déli ASC Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium diákjai irodalmi összeállítással nyitották meg az idei kenyér világnapja alkalmából megrendezett eseményt Szekszárdon a Garai téren. A Pékek Világszövetsége 2001-ben döntött úgy, hogy október 16-át az egyik legfontosabb, elengedhetetlen élelmiszer napjává nyilvánítják. Urunk Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, áld meg ezt a kenyeret, mint ahogyan a pusztában az öt árpa kenyeret megáldottad. Ebben az iskolában 2013 óta ünneplik a kenyér világnapját. Az intézmény igazgatója elmondta, fontosnak tartja, hogy minél több emberhez eljusson az esemény jelentőségének gondolata. A bemutatott termékeket az iskola diákjai készítették. Mivel az iskolánkban pék és pék cukrász tanulókat is képzünk, ezért fontosnak tartjuk azt is, hogy amit tanulnak, azt a gyakorlatban is tudják alkalmazni, és lássák a jelentőségét, a munkájuknak a gyümölcsét, és ezt be tudják itt mutatni a Garai téren. A kenyerek mellett péktermékeket, illetve cukrásztermékeket kóstoltatunk a vendégekkel. A világnapot már közel 30 ország ünnepli, elsősorban karitatív jelleggel, mivel ezen a napon a pékek adományaikkal segítik a rászorulókat. Az iskola idén zsemlét ajánlott fel a Szent Erzsébet Caritas alapítványnak. Örülünk annak, hogy sokan gondolnak arra, hogy vannak még rászoruló testvéreink, akik akármilyen kicsi adománynak is tudnak örülni. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere is részt vett az eseményen, aki elmondta, az emberek természetesnek veszik, hogy minden nap friss kenyér kerül az asztalra, de ez még a 21. században sem olyan egyértelmű. Ez olyan, mint a só. Ha nem lenne só, vagy nem lenne kenyér, most, hogy van természetes, de ha nem, akkor komoly hátrányát élveznék ennek a dolognak. Amit itt tapasztaltunk a helyszínen, hogy a diákok nagyon-nagyon komoly és sokrétű termékpalettával készültek. Az alpolgármester hozzátette, Magyarország kivételes helyzetben van, hiszen jó minőségű búza terem a földeken, ami biztosítja a magyar emberek ellátását.